megpróbáltam stratégiailag gondolkodni a cég jövőjét illetőleg, és így döntöttük el már 2015-ben, hogy tervezünk itt egy csarnok építést. Egy pár információt szeretnénk adni az új csarnokról. Das Grundstück, das wir von der Stadtgemeinde erworben haben, zu fairen Konditionen erworben haben, das hat 13.600 Quadratmeter. A telek, amit az önkormányzattól megvásároltunk fair kondíciók mellett, az 13.600 négyzetméter. Ja, dafür ein herzliches Dankeschön an den Bürgermeister, dass er uns da so weit entgegen kam. Ezt szívből köszönjük a polgármester úrnak, hogy ez így történhetett. Der Kaufvertrag für das Grundstück wurde am 31. März 2016 abgeschlossen, nachdem es vorher schon circa ein Jahr einen Optionsvertrag gab. Maga a vásárlási szerződést azt 2016. március 31-én írtuk alá, de ezt már megelőzte 2015-ben egy opciós szerződés, ami magát ezt a vásárlást lehetővé tette. Ja, die erste Ausbaustufe der Halle, wie sie hier steht, hat 1300 Quadratmeter. Igen, a csarnoknak az első kiépítése, az a variáció, ami most itt áll, az 1300 négyzetméter. Die erste Ausbaustufe, eben diese 1300 Quadratmeter, teilen sich auf in ca. 900 Quadratmeter Produktionsfläche und 400 Quadratmeter Lager, Büro und allgemeine Technikfläche. Tehát az 1300 négyzetméter, ez körülbelül 900 négyzetméter termelési felületből, és 400 négyzetméter egyéb felületből áll, ilyen kiszolgáló funkciókból, traktár, technikai helységek, szociális helységek. Ja, und die allgemeinen Räume, Büros und so weiter sind schon so geplant und gebaut, damit wir weiter expandieren können. Tehát a kiszolgáló helységeket azt már úgy terveztek, hogy a további kiépítésnek is az alapját szolgálják majd. Ja, der konkrete Planungsbeginn, wo die ersten Pläne entstanden sind, der war im Frühling 2016. Tehát az első tervek, amikor konkrétumokról beszéltünk már, az 2016 tavaszára tehetőek. Ja, die Bauausführung begann dann im Juli 2016. Maga az építkezés az 2016 júliusában kezdődött meg. Ja, hier hatten wir einige Probleme mit Grundwasser, Fundamente für Grundwasser und so weiter. A kezdés ugye az nem volt problémamentes, a talajvíz és stb., ami egy kicsit meghosszabbította az alapozás időszakát. Ja, und die Fertigstellung war eigentlich für Jänner 2017 geplant. Maga a csarnoknak az átvétel az 2017. januárra volt tervezve. Ja, durch den starken Frost im Jänner, dieses Jahr war es sehr kalt, hat sich das Ganze ein bisschen verzögert, weil der Boden sehr tief hineingefroren ist. De a januárban tapasztalt hidegidő miatt ugye olyan mélységig átfagyott a talaj, hogy a kültéri munkák elvégzése az elhúzódott. Ezúton szeretném minden egyes résztvevőnek megköszönni, aki ennek a csarnoknak a létrejöttében valamelyes szerepet játszott a közreműködésé. Ja, dazu gehört auch die ausführende Baufirma, das Generalunternehmen Ballard Csarnok. Ezt köszönjük a Ballard Csarnoknak is, aki a generál kivitelezője volt a csarnoknak. Ja, einen speziellen Dank spreche ich an Frau Felsche Andrea aus, die beim Erwerb des Grundstückes, also beim Verhandeln mit dem Bürgermeister und den ersten Planungen ganz intensiv dabei war. Köszönet nekem, hogy az elején részt vettem a telekvásárlásban és az első lépések megtételében. Ja, bei der Detailplanung und bei der Bauausführung war dann unser Elektrikchef, der Bauer Andrasch, ganz intensiv dabei und da war er unser wichtigster Mann. Also einen herzlichen Dank einmal an dich, Andrasch. Jó, tehát a részletes tervek kidolgozásában, illetve az építkezés fázisában ugye András vette ki a nagy részt a dologból, és ő volt a legfontosabb ember a számunkra, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a közreműködést. Ja, das war ein kleiner Auszug, eine kleine Historie, ein paar Informationen zur Halle. Nun bitte ich den Herrn Bürgermeister,
polgármester úr, um seine Worte. Ez volt akkor a történet, és akkor most átadnám a szót a polgármester úrnak. Tisztelt hölgyeim és uraim! Először a tulajdonos urakat köszönteném, Dr. Franz Jobst és Andreas Liszka urakat. Sehr geehrte Damen und Herren, zuerst möchte ich den Inhaber begrüßen, den Herr Franz Jobst und Andreas Liszka. Partner cégeknek a vezetőit. Und auch ihren Partners. És a magának a cégnek a dolgozóit és az alkalmazottait. Und auch die Mitarbeiter. Hát a város részéről mi nagyon örülünk ennek a beruházásnak. Von der Stadtseite, wir freuen uns sehr an dieser Investition. Én már az elmúlt év nyarán is nagyon aggódtam, hogy mi lesz a beruházással, amikor itt a talajvizes területet észlelték, és hát kicsit csúszott a kezdés. Ich habe schon auch voriges Jahr im Sommer ein bisschen Sorgen gemacht wegen die Wasser beim Grundstück, wie wird das sein oder wie wird das funktionieren. De Liszka úr megnyugtatott, hogy minden rendben van és a beruházás határidőre elkészül. Aber Herr Liszka hat damals auch das gesagt, das wird alles in Ordnung sein und wie geplant. Ugye ez a város életében ez nagy jelentőségű ez a beruházás. Nem csak a létrehozott munkahelyek számát tekintve, hanem amivel foglalkozik a cég, az is rendkívül fontos. Das ist sehr wichtig für Stadt Ajka, nicht nur wegen das, dass wie viel neue Arbeitsplätze haben wir damit gegründet, sondern eigentlich die Tätigkeit, was wir hier machen. Abból a szempontból nincs jó helyzetben Ajka városa, hogy mindegy 6-700 fő szakember hiányzik most a város munkaerőpiacáról, és ebből több mint 100 mérnök. Das ist eine Schwierigkeit heutzutage, aber das fühlen wir auch selbst, dass ca. 600-700 Fachleute fehlt, und davon 100 wäre ca. die Ingenieur. Tehát minden rosszban van valami jó, nyilván a munkaerő hiány majd a béreket is megemeli, és én is a munkavállalókkal együtt az annak fogok örülni, ha valóban növekednek a bérek. Ja, aber in allem schlechte Dinge gibt's auch etwas Gutes, das wahrscheinlich volt das Lohnerhöhung und das bedeutet für die Mitarbeiter etwas Gutes. Ugye arra már nem is gondolunk, hogy ugye a két osztrák barátunk, hogy esetleg Ausztriából jöjjön ide munkaerő, de ez is segítség lenne a városnak. Vielleicht sollten wir schon darauf denken, dass es auch von Österreich jemand zu uns kommen könnte, das zum Arbeiten, aber sehen wir wie die Zukunft. De talán mérnökökben lehet reménykedni, hiszen ha fejlesztő tevékenységet is még jobban forszírozzák, akkor azt gondolom, hogy a mérnökök száma is fontossá válik. Aber das bei dem Entwicklung, das wird auch sehr wichtig sein, die Zahl von Ingenieure, also das wird auch eine wichtige Punkt sein. Ugye Ajka a járműipar és az elektronikai iparnak az egyik fontos központja, de mi nem erre vagyunk talán a legbüszkébbek, mert ez hogy úgy mondjam, ez sok város el tudja mondani magáról, hanem a szerszám megmunkálásban Ajka városa Magyarországon piacvezetőnek számít. Also dass hier in Ajka die Industrie, also einen Hauptteil die Fahrzeugindustrie und die Elektronikmontage, aber was ein Kernthema ist, dass die Werkzeugbau, und wir sind stolz darauf, dass hier in Ajka die Werkzeugbau ist eine führende Industrie. Én még egyszer megköszönöm Jobst úrnak és Liszka úrnak, hogy befektetést eszközöltek a városban, és hozzá segítettek bennünket ehhez a sok munkahelyhez. Das, ich möchte hiermit noch einmal bedanken für Jöbszl úr und auch an Herrn Liszka, dass sie diese Investition hier in Ajka gemacht haben. Nagyon szívesen. És szeretném felhasználni még ezt az alkalmat arra, hogy Andreas Liszka úrnak Ajka városért kitüntetést adományozott a képviselőtestület, amit szeretnék átmutatni. Hiermit möchte ich an Andreas Liszka für Stadt Ajka eine Urkunde auszeichnung übergeben.
ugye Andreas Liska úr öt cég alapításában vett részt itt a városban, és ennek révén mintegy 1000 munkahelyet hozott létre. Herr Andreas Liska, hát Teigenomen, oda is Teigenomen, bei dem Gründung von fünf verschiedenen Firmen, und sie haben mit dieser fünf Firma ca. 1000 Arbeitsplatz gegründet. Erre nem volt példa a Magyar-Szovjet Alumínium Egyezmény aláírása óta. Ezt kell zárni, de szinte szükségbeszetszen kell. Das solche Beispiel war seit sehr lange. Igen, tehát az 50-es években történt. Igen. Én szeretném megköszönni Liska úrnak ezt a fáradhatatlan tevékenységet. Az ötödik cég létrehozása után adjuk ezt a kitüntetést. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindig csak az ötödik után adunk, és akkor majd a tizedik után megint egyet, hanem szeretném megköszönni ezt a fáradhatatlan munkát, amivel a mi városunkat gyarapította. Ich möchte hiermit bedanken, denn diese Tätigkeit, was Herr Liska gemacht hat hier in Ajka, das bekommt er nach dem fünften Firma, aber das bedeutet nicht, dass das je fünf, also nach dem zehnten Firma auch diese wiederkommt. Bitte damit nicht rechnen. Dankeschön. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister, für die freundlichen Worte und die Glückwünsche zu unserem neuen Produktionsstandort. Nagyon szépen köszönjük a kedves szavakat és a jó kívánságokat az új üzemcsarnokhoz. Als ich vor 23 Jahren, im Jahr 1993, nach Ajka gekommen bin und mitgeholfen habe, als Gesellschafter und Geschäftsführer die Firma Bayer aufzubauen, hätte ich mich nicht gedacht, dass ich heute mit meinem Partner hier stehe und unser Produktionsgebäude einweihe. 23 évvel ezelőtt, amikor idejöttem Ajkára, ez 1993-ban, és tagként, illetve ügyvezetőként segítkeztem a pályár felépítésében. Nem gondoltam azt, hogy majd 23 év múlva én itt pont itt a pályár mellett akkor egy üzemcsarnokot fogok a partneremmel felépíteni. Herr Bürgermeister, mir bedeutet diese Auszeichnung wirklich sehr viel. Ez nagyon sokat jelent nekem ez a kitüntetés. Wie gesagt, bin jetzt 23 Jahre mit dieser Stadt verbunden und ich habe die Stadt Ajka und auch die vielen Mitarbeiter, die ich in diesen 20 Jahren in den verschiedensten Firmen kennenlernen durfte, in mein Herz geschlossen. Hát nagyon büszke vagyok erre, és arra is arra a sok emberre, dolgozóra, akivel megismerkedtem ez alatt a 23 év alatt, és a szívembe zártam őket. Und es erfüllt mich wirklich mit Dankbarkeit, so eine Auszeichnung von der Stadt zu bekommen. Das freut mich wirklich sehr. És nagyon örül annak, hogy egy ilyen elismerést kapott a várostól. Und ich kann nur versprechen, dass ich mich in Zukunft natürlich auch hier als Unternehmer mit meinem Partner dementsprechend einsetze. Csak azt tudom megígérni, hogy a jövőben is fogunk tevékenykedni. Um hier auch unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden als Unternehmer. Hogy vállalkozóként a szociális felelősségünket is átérezzük. So möchte ich auch, so wie der Franz gesagt hat, mich noch einmal beim Herrn Bürgermeister für die Unterstützung bedanken, die uns immer wieder gegeben hat bei dem Aufbau der Firmen. És hogy nagyon szépen köszönjük még egyszer azt a támogatást, amit mindig újból és újból megkaptunk, hogy ezek a dolgok létrejöttek. Und das hängt auch sehr stark an der Person des Herrn Bürgermeister, dass er sich einsetzt und das mit Freude macht. És hogy ez úgy gondoljuk, hogy nagyban függött a polgármester úr hozzáállásától is. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen még egyszer! Köszönöm szépen! 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 Köszön
Tag noch nicht so schlecht, aber das ist ja nicht so schlecht.